Ez itt a Parallaxis. Öveket becsatolni. Indulunk. 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis. Sziasztok! Ma a csernobili atomkatasztrófa kapcsán és a Csernobil című HBO Sky-os sorozat kapcsán fogunk beszélgetni állandó beszélgetőtársaimmal, Miklóssal és Csabával. Sziasztok! Kezdjük is a legelején. Miklós, hozzád és neked szegezem ezt a kérdést. Mi is az a sugárzás pontosan, és miért veszélyes? Ha és amikor egyáltalán veszélyes. Sziasztok! Hát sokféle sugárzás létezik, és hát ugye ez a kérdés, hogy mennyire veszélyes az, és attól függ, hogy éppen melyikről beszélünk. Hát most nyilván arra gondolhat az ember, hogy amikor például egy atombaleset történik, vagy igazából nem is csak baleset. Például, mit tudom én, vegyük azt, hogy például az ember elmegy egyszerűen mondjuk egy sima röntgenezésre, egy tüdőszűrésre, vagy valami, hát ott például ugye röntgen sugárzás ér minket. Aminek természetesen nagyon nagy léptékben vannak egészségroncsoló hatása, ugye nem véletlen, hogy egy csomószor ilyen óló mellényeket és hasonlókat kell oda tenni arra a részre, amit éppen nem röntgenezünk. Most ott konkrétan a röntgen sugárzás az semmi más, ebben az esetben, mint egy elektromágneses sugárzás, vagyis egy olyan, mint a fény, csak sokkal nagyobb az energiája. Viszont hát mivel, hogy sokkal nagyobb az energiája, ezért természetesen ennek vannak olyan hatásai, amik tulajdonképpen a sejteket roncsolják. Ugyanez érvényes persze az UV-sugárzásra is, nem véletlenül mondják, hát akkor most mondjuk el némi közszolgálati jelleggel, hogy az UVB-sugárzás az például nagyon káros, úgyhogy ezért nem van az, hogy délután nem szabad nagyon kimenni. Tehát ezek elektromágneses sugárzások, ez az egyik fajta. Ami tehát tényleg fotonokból áll, tehát fényből áll, ha úgy tetszik, csak hát a fénynél nagyobb energiájú sugárzásról van ebben az esetben szó, aztán persze ott vannak a részecske sugárzások, ezeknek vannak mindenféle kategóriái, például ott van az alfa sugárzás, ami azt jelenti, hogy egy töltött hélium atommag repül neki az embernek, aztán ott van a béta sugárzás, ami tulajdonképpen elszabadult elektronoknak vagy pozitronoknak a becsapódásával járhat, stb. Persze olyan is van, hogy mit tudom én, egyszerűen csak neutron sugárzás, neutronok mennek neki az emberek sejtjeinek. Hát az a kérdés, hogy milyen mértékben érik ezek a sugárzások az embert, és hát nyilván az is attól függően, hogy melyik sugárzásról beszélünk, attól függhet, hogy mennyire kell ellene védekezni. Például van olyan sugárzás, aminél bőven elégséges, hogyha olyan sugárzás típus, aminél bőven elégséges, hogyha egyszerűen távol tartjuk magunkat a sugár forrásától mondjuk 1-2 méterre, vagy akár fél méterre is elég lehet, és akkor például nem okoz számottevő sérülés, de hát van olyan, ami természetesen kilométereken keresztül is, vagy akár a napból ugye elrepül idáig, és meg akkor is káros. Tehát nagyon sokféle van, nagyon sokféle egészségügyi következményekkel járhat. Persze minden esetben csak akkor, hogyha magas az érték. Hát ugye ez egy külön történet. De ugye ott van a háttérsugárzás, ugye, ami átlagosan 0,2 mikroszejvert, vagy hogy Ivert. Igen. Hát valóban így van. Tehát van a háttérsugárzás, ami egyrészt a föntről jövő háttérsugárzás, ami a napból meg a világűrből jön, másrészt pedig alulról. Például ugye természetesen vannak mérsékelt radioaktív anyagok a talajban, sőt a föld belsejében is, amiknek hatásának folyamatosan ki vagyunk téve. Tehát itt egyáltalán nem rendkívüli dologról van szó, amikor sugárzásokról beszélünk, és ezért mondom, hogy egyáltalán nem kell ezt ilyen ördögtől való dolognak tekinteni, és hiszen tényleg tulajdonképpen folyamatosan ér minket mindenféle sugárzás, amit el tudsz képzelni. Ezeket nem is nagyon tudjuk akkor szétválasztani, tehát itt mindenféle sugárzások kavalkádját soroltátok föl, és igazából Csernobilnak is a megítélése, ha jól vettem ki a forrásokból, akkor ezért is nehéz, hogy mik a direkt hatások, mik azok, amiket ennek köszönhetünk, az áldozatoknak a számát. Itt gondolok a lassú megbetegedésekre, nem a
közvetlen hatásokra, azokat mindmáig nagyon nehéz megbecsülni. Hát bizony, az ENSZ valami olyasmit becsül, és egyébként az a vicc, hogy szerintem ez tulajdonképpen igencsak alacsony, mert majd szentségtörően hangzik, de majd megmagyarázom. Tehát, hogy összességében az ENSZ becslései szerint az 1986-os csernobili katasztrofának az utólagos, hosszú távú hatásai, az ugye mindenképpen egy néhány ezres, körülbelül 5000-es tömeget érintenek olyan értelemben, hogy azok kb. Ennyi embernek nőtt meg számottevő mértékben a megbetegedési kockázata, tehát körülbelül ennyi plusz rákos betegség, ember esetében okozott rákos betegséget, és hosszú távon esetleg halált az, hogy több lecsugárzás jelent meg. 5000 ember, azt állítják, hogy még 160 halálos eset jár ezzel együtt. Mondom, ezek az ENSZ-nek a számai, én nem tudom itt ezt megítélni, hogy ez mennyire komoly, ezzel csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy és egy kicsit az HBO sorozat is egy kicsit tulajdonképpen rájátszik arra, hogy, és egyébként fantasztikusan jó sorozat nyilván, de hogy igazából itt nem volt egy olyan nagyon nagy mértékű ember áldozat, mármint egészségügyi áldozat, halálesetek terén meg pláne nem, mint amennyi például jellemzően ugyanennyi idő alatt egészségkárosító hatását tekintve mondjuk a szénerőművek, vagy az összes egyéb erőmű esetében az adott idő alatt világszerte megtörtént. És ez azért furcsa, mert természetesen ez Csernobil, tehát itt, ami mindent majd meg fogjuk beszélni nyilván, de amit itt el lehetett rontani, azt el is rontották. Tehát ez tényleg messze a legdurvább nukleáris baleset, azt hiszem, ami történt eddig, és remélhetőleg az is marad, de még ebben az esetben is tulajdonképpen mérséket, persze ez nem vont le a tragédia súlyából olyan értelemben, hogy minden haláleset természetesen tragikus, meg el kell őket kerülni, csak azért állítsuk be perspektívába, tehát itt egyáltalán nem volt olyan mértékű ami talán benne él a köztudatban. Én nem tudom, ti mit gondoltok a köztudatról. Én azt hiszem, hogy az emberek többnyire megdöbbennek, amikor azt mondom, hogy Csernobil halálos áldozatainak száma körülbelül 160 fő. Tehát, hogy már mint a közvetlen, ennek egyértelműen ennek tulajdonítható a halálesetek száma. Ami persze még mindig rengeteg, ne értsétek félre. Csak hogy szerinted ti is azt tapasztaltátok, hogy valahogy mást gondolnak az emberek? Vagy ez csak az én buborékomban van így? Én igazából mindenfélét hallottam. Igen, tehát valaki ezt súlyosabbnak állítja be, valaki egy kicsit kevésbé. Én sohasem folytam bele annyira a témába, hogy egyáltalán elgondolkozzak azon, hogy most vajon mi lehet az igazság, és ezért is jól jött a sorozat, nem csak nekem szerintem, hanem így világszinten volt ennek pozitív hozadéka is. Persze mostanában lehet olvasni, hogy nagyon sokan mennek oda Csernobilba ökörködni, úgyhogy lehet, hogy ez egy ilyen negatív következménye lett ennek a hirtelen jött népszerűségnek, mert ez a sorozat, ez azt hiszem, hogy az IMDb-n az első helyen kötött ki rögtön a legnépszerűbbek között, maga mögé utasítva a Breaking Bad-et meg a mafiózókat, de visszatérve a következményekre, én tényleg nem nagyon voltam ebbe tájékozott, és nem kezdtem el a témával tudatosan foglalkozni, úgyhogy nem tudok ezzel kapcsolatban. Ezért egy nagyon jó kérdés, hogy a kérdés az nem az, hogy mi történt, ezt tudjuk, a kérdés az, hogy mit hisznek az emberek, hogy mi történt. És azt kell, hogy mondjam, azt hallottam én is, hogy annak idején semmit sem mondtak senkinek. Hát jó. Ennyit. Ez így van. Na most persze azt arra gondolok csak, hogy a média az nagyon rápörgött az ijesztgetésre, hiszen természetesen ugye tudjuk, és ezt mondotta is, hogy sokan mennek oda ökörködni, szervezett túrák mennek Pripyatba, tulajdonképpen ami a lezárt területen van, ugye az a valaha 50 ezer fős városka, ami tulajdonképpen a csernobili atomerőmű mellett épült, ugye ez az, amit aztán, ahogy azt a sorozat is bemutatja, evakuálták. És ugye ez azért érdekes, mert hogy ezt meg lehet nézni, hogy egy tökéletesen elhagyatott, 30 éve elhagyatott területet hogyan vesz át a természet. Na és akkor azt akarom mondani, hogy ez tulajdonképpen egy bevett turista program,
Egyébként, ha emlékeztek, filmet is forgattak ott többször, például Bruce Willis, amikor ugye azt a rettenetes, talán 5, Die Hard 5 vagy 4, de legalább 4 volt, amit Budapesten forgattak. Emlékeztek arra? Sajnos. Na, de az nem csak Budapesten forgott, 5, igen, az lesz az, nem csak Budapesten forgott, hanem részben Pripyatban is, és akkor az legalább, ugye, tényleg Csernobilnak mondják. Egyébként fun fact, hogy azt mondja mindenki, hogy Csernobili atomerőmű, de valójában Csernobil város, az lényegesen az több 10 kilométerrel odébb van, ahogy ez az oroszoknál lenni szokott. Itt ez a Pripyat városka volt, ami itt közel van. Na most. Tudjátok azt... egyébként, hogy miért ment elsősorban a köztudatba a Csernobili atomerőmű kifejezés, miért így ivódott be, és miért nem Vlagyimir Iljics Lenin atomerőmű? Na miért? Állítólag azért, nem tudom, lehet, hogy csak urbán legend, de én ezzel kapcsolatban azt olvastam, hogy azért, mert amikor már ugye elkezdte a szovjet kormány kommunikálni, hogy mi történt, meg hát muszáj volt, mert ugye a környező országokban is mérni kezdték a sugárzás növekedését, akkor, hogy hát Lenin nevét egy ilyen katasztrófával mosni, természetesen nem, és így, mivel ők a szovjetek Csernobili atomerőműként kezdték el hívni, így a világsajtó is így vette át, és a köztudatban is. Ez lehet, hogy így van. Valójában szerintem az a helyzet, hogy a Szovjetunión belül már előtte is mindenki úgy hívta, hogy Csernobili, hiszen abból a praktikus okból, hogy annyi minden volt Leninről elnevezve, hogy egészen egyszerűen nem nagyon különböztette volna ezzel meg az erőmű, mert a jó ég tudja, hogy a Szovjetunióban működő rengeteg erőmű közül hány viselte Lenin nevét. Úgyhogy ez igazán, ez jogos. Is egy praktikus kérdés, de attól még simán benne lehet, amit te mondasz. Na jó, de milyen? Egyébként fun fact még, hogy a Csernobil vagy Csornobil, az azt jelenti ukránul, hogy meg kell oroszul is, Csornobil azt jelenti, hogy fekete üröm. Tehát ez egy ilyen gaznak a neve. Én egyébként allergiás is vagyok a fekete ürömre. Érdekes infó. Na, de csak azt akartam mondani, hogy mennek ezek a túrák. Emlékeztek, hogy például Vujic Tröckó, ugye korábban, még amikor volt neki ez a műsora, a pokoli történetek, vagy micsoda, emlékeztek ti arra? Persze. Volt olyan, hogy elmentek gázmaszkban, elmentek Pripyatba, és ott lehetett, és ugye télen mentek, vagy késő ősszel, és akkor lehetett látni, hogy a fákon nincsenek levelek, meg minden teljesen szürkés, elhagyatott, tényleg ilyen posztapokaliptikus érzés lehetett, és ott mentek, minthogyha tényleg gázmaszkban, minthogyha ott konkrétan egészségügyi kockázatot jelentene ott mászkálni. És ez az, amire mondom, hogy hát ez természetesen túl lett tolva, mert valójában Pripyat városban nyugodtan el lehet menni sétálgatni, és a nyáron gyönyörű, szép növényzet dúsa nő, egyáltalán nem kopaszak a fák, csak ha az ember télen megy, és nincs szükség semmiféle egészségügyi óvintézkedésre szerencsére, hiszen a sugárzás az a háttérsugárzásból már nem emelkedik ki, mióta a beton szarvkufágot rátették a póruljárt erőműre. Olyannyira, hogy ugye nem is az erőmű... Vagy az elsőt, mert készült most második, egy ilyen hatalmas... Most a másodikat tették rá, de hát amikor a Trutkót járt, akkor még az valószínűleg még csak az első volt. De tudjátok, hogy a Csernobili atomerőműnek ez csak az egyik reaktora volt a 4 közül, tehát hogy a Csernobili atomerőmű 4 reaktorblokkból áll, ebből csak az egyikben történt a baleset, és például ugyanazban az épületben levő 3-as reaktorblokkban egy éven belül már újraindult a nukleáris energiatermelés. Tehát például 1988-ban a szomszédházban például ugyanúgy dolgoztak emberek, és ugyanúgy termelte az áramot a Csernobili atomerőmű. Tehát egyáltalán nem igaz az a köztudatban tévesen élő elképzelés, hogy itt most az egész erőmű felfüggesztette volna a működését, kizárólag ez a 4-es blokk. Parallaxis. Szóval elrontottak mindent, amit el lehetett, mondtad korábban Miklós, és ez így is volt, ugye már a konstrukció hibás volt, ez a bizonyos RBMK reaktor, ami magyarul csatorna típusú nagy energia kimenetű reaktort jelent, ez egy úgynevezett grafit moderátoros atomreaktor,
Mit jelent ez pontosan? Ugye uránnal működik, ez fontos dolog, és olcsó, ezt megtudtuk a Csernobil című sorozatból is. Így van ez, és ha így van, akkor miért nem foglalkoztak ezzel a tervezés hibával, vagy pontosabban a kérdésem inkább arra vonatkozik, hogy hogy lehetséges, hogy amíg szakértők korábban megállapították, hogy hibás a konstrukció, ezt inkább a szőnyeg alá söpörték. Megtörténhetne hasonló ma? Igen, de... Sőt, hát mindenhol, ahol terveznek valamit, előfordulhatnak ilyesmik, de nagyon tanulságos az egész történet, mert ez a konstrukció, ennek vannak eredendő tervezési hibái, de az önmagában, mindjárt megbeszéljük, de az önmagában nem lett volna elég egy Csernobil típusú katasztrófa megtörténtéhez, tehát itt olyan biztonsági előírásokat hágtak át, amit egyszerűen nem lett volna szabad áthágni. És természetesen úgy kell tervezni egy reaktort, és ez egy nagyon fontos, erre mondom, hogy tervezési hiba, hogyha véletlenül valaki minden lehetséges biztonsági előírást is áthág, és megtörténik az, aminek sose volna szabad megtörténnie, akkor sem romoljon tovább a helyzet, tehát egy nagyon fontos tervezési alapelv, hogy stabil rendszereket kell építeni, ami azt jelenti, hogyha valami hiba történik, mondjuk, mit tudom én, a reaktor túl akarna hevülni, akkor az olyan változásokat indítson el, ami ezt a folyamatot automatikusan meggátolja. Tehát egyfajta negatív visszacsatolások legyenek a fizika elveiből következően a rendszerbe építve. Most, tehát, hogy az emberi hülyeség maximumon van, és minden elromlik, akkor is úgy kell egy reaktort megtervezni, hogy maga a fizika gátolja meg azt, hogy tovább romoljon a helyzet, hogyha már elromlott. Na most, amit mondasz, hogy az RBMK reaktorok azok nem voltak ilyenek, ez való igaz. Erre mondjuk, hogy bizonyos körülmények között ezek a reaktorok instabil módon viselkednek, hogy az instabil viselkedés azt jelenti, hogy ha történik valami rossz, akkor még rosszabbá tud válni a helyzet. Egy kérdés, hogy ebbe belemész, bocsáss meg, hogy nagyon sokszor hallottuk a sorozatban is, hogy az RBMK típusú reaktorok nem robbanhatnak föl. Hogy robbanhatott föl? Ugye gyakorlatilag itt az első részben az irányítóhelyiségben Gyatlov is elsősorban ugye ezt emeli ki, hogy de hát ez lehetetlen. Miért lehetetlen, hogy felrobbanjon egy ilyen reaktor? Most már ugye látjuk, hogy nem lehetetlen, de elmesélem, hogy miért gondolták, hogy lehetetlen. Ehhez egy kicsit messzebbről kell indítani a történetet, mégpedig az Egyesült Államokból 1944-ben. Ez az egyik dolog. 1944-ben az Egyesült Államokban ugye pont az atombombához dúsították az uránt akkor tájt, hiszen az még az atombomba ledobása előtt volt, és ugye tudjátok, hogy a Nagasakira ledobott bomba, az egy plutónium bomba volt, ehhez kellett egy plutónium termelő reaktor, ez volt Hanfordban, és 1944-ben ott figyelmesek lettek a fizikusok egy nagyon furcsa dologra. Működött a Hanfordi atomreaktor, aztán utána 12 óra üzemelés után magától leállt a reakció, és aztán, mintha se szó, se beszél, nem történt semmi, néhány óra múlva újraindult a reakció, tehát, hogy az atomerőmű működése, vagyis hát a reaktor működése, ugye ez még nem erőmű, csak reaktor, tehát nem villamos energiát akartak csinálni, hanem plutóniumot, tehát, hogy újraindult, aztán 20 óra múlva megint leállt. Na, ez egy nagy rejtély volt, aztán megoldották, ez volt az úgynevezett xenon mérgezésnek a rejtélye, ezt ma már így hívják. Ugye arról van szó, hogy amikor az urán hasad, akkor az egyik hasadási termék az a 135-ös jód izotóp, tehát 137-es atomtömegű jód, vagy molekulatömegű jód keletkezik legtöbbször, de 135-ös is keletkezik, mind a kettő keletkezik. Amikor 137-es keletkezik, akkor az lebomlik 137-es tömegszámú xenonná. És erről a xenonról azt kell tudni, hogy ő rettenetesen neutron éhes. Ez azt jelenti, hogy a neutronok, amik egy atomreaktorban repkednek, ugye a neutronok idézik elő a maghasadást, ami tulajdonképpen fenntartja az egész reakciót. De hogyha keletkezik egy olyan gáz, ami ezeket a neutronokat nagyon nagy arányban elnyeli, akkor leáll ez a reakció. De utána, amikor már éppen a neutron befogások eredményeképpen
ugye ez a gáz, ez tulajdonképpen eltűnik, lebomlik, meg az a gáz, amiből ez az egész keletkezett, a jód 137, szépen lassan tovább bomlott egyéb elemekké, akkor utána a reaktor újra tud indulni, hiszen már nem nyelődnek el a neutronok, hanem szépen lassan újra megjelennek, és akkor ezt tapasztalták Hanfordban. És azóta tudnak erről a fizikusok, hogy van ez a xenon mérgezés. Na most egy másik dolog, ami viszont a csernobili történethez meg elkerülhetetlen volt, az hogy a pozitív üreg, pontosan amit mondasz, az volt, hogy ugye itt ez egy víz, részben vízzel moderált reaktor volt. Ugye eleve a grafit miért kell a reaktorba, meg az azért kell a reaktorba a grafit, mert ugye egyébként a maghasadás eredményeként keletkező neutronok túl gyorsan repülnének, az azt jelenti, hogy túl gyorsan repülnének ahhoz, hogy más atommagokat ketté tudjanak hasítani, tehát tulajdonképpen le kell őket lassítani, hogy az úgynevezett hatás keresztmetszet, ezt így hívják, az nagyobb legyen, vagyis hogy tényleg tudjon történni egy ilyen. Nem egy láncreakció, mert ha indulna egy láncreakció, akkor ugye szétrepülne az egész, de hogy nagyjából pontosan egy neutron úgy átlagosan pontosan egy másik atomot ketté tudjon hasítani, atommagot, na hát ehhez ugye kell a grafit, mint lassító. És akkor ebben az RBMK reaktorban voltak még vízcsövek, hát a víz az több mindenhez kell, egyrészt már önmagában az áramtermeléshez, hiszen itt is mit csinál egy reaktor, hát semmi más nem csinál, mint hogy vizet forralunk, tehát tulajdonképpen gőzt fejlesztünk, mint minden erőműben, és akkor azzal forgatunk kerekeket. Tehát ezért keresztül mennek a vízcsövek ezen a reaktor testen, amiben egyébként 100 foknál sokkal magasabb hőmérsékletű víz kering, de azt olvastam, hogy 245 fok, vagy valahogy. Igen, de mégis folyadék, igaz? Hiszen olyan nagy a nyomás, hogy ezen a nagy nyomáson az még víz, az normál esetben, amikor működik a reaktor, és nem melegszik nagyon túl, akkor ezen a nyomáson az még folyékony víz. Ami egyrészt tehát szállítja a hőt, és forgatja a turbinákat végső soron, mindenféle hőcserélő mechanizmuson keresztül, és másrészt pedig némileg lassítja is a neutronokat, hiszen maga is a víz is egyébként lassítja a neutronokat, és ilyen módon a reakció szabályozásában is szerepe van. Tehát ha sok víz van, akkor csökkenhet a neutron fluxus, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a teljesítménye a reaktornak csökken. Na már most, hogyha viszont elkezd gőz keletkezni, ez az üregtényező, amit mondasz, hogy üregek, vagyis buborékok keletkeznek a vízben, egyszerűen azért, mert mégiscsak elkezd elforni, tehát tulajdonképpen buborékon már akadálytalanul keresztül tud repülni, ha úgy tetszik a neutron, tehát hogyha melegszik a rendszer, akkor több lesz a gőzbuborék, de a több gőzbuborék az még nagyobb neutronfluxusokat tesz lehetővé, tehát még tovább melegszik a rendszer. Na ez egy hiba. Na ezt mondtam, hogy úgy kell tervezni egy atomreaktort, hogy ilyen pozitív visszacsatolások ne lehessenek benne. Tehát ha már valami eleve nagyon rossz, akkor egy pozitív üregtényező által, amit most elmondtunk, hogy micsoda, még tovább romlik a helyzet, hiszen még tovább melegszik. Na erre mondják, hogy a reaktor instabil. Most a 40-es évek végén éppen a Teller-Ede által, Amerikában a Teller-Ede által vezetett reaktorbiztonsági tanács rájött erre a design hibára, és éppen ezért Amerikában a 40-es évek óta, vége óta az ilyen grafitos és vizes reaktorokat nem engedélyezték. Viszont ezt a tanulmányt, amiben ezt az eredményt publikálták a 40-es évek végén, 50-es évek elején, azt titkosították. Vagyis a szovjet tudósok nem tudhatták, hogy az amerikaiak már ezt kitalálták, hogy ilyen módon bizony baj van. Hogy ez a reaktortípus inherensen, vagyis hogy dizájnból fakadóan instabil tud lenni, egyébként éppen a pozitív üregtényező miatt. A másik meg ez a xenonos cucc. A xenon mérgezés, amiről beszéltünk, az is csak akkor jelentős, hogyha nagyon alacsony teljesítményen üzemeltetik a reaktort, hiszen akkor tud az a sok jód 137 felhalmozódni,
amiből aztán a xenon lesz, ami aztán a xenon betegséghez vezet a reaktorban. És hát gyakorlatilag egyfajta ráncreakciót látunk itt is, ami ugye a katasztrófához vezetett. De mi történt pontosan 1986. április 26-án éjjel 1 óra 23-kor az erőműben? Ugye két robbanás volt. Igen, ha ugyan nem három, de ezt biztos jobban tudjátok. Ugye az történt, hogy ez a xenonos cuccalra egy picit visszatérve, hogy a xenon mérgezés csak akkor működik, ha nagyon alacsony teljesítménnyel működik a reaktor. Normál, éppen ezért volt egy ilyen szabály, hogy nem szabad az ilyen reaktorokat túl alacsony teljesítményen üzemeltetni. És akkor nem következik be a betegség. Viszont itt meg pontosan az volt egy kísérlettárgya, tehát nem üzemszerű működés történt Csernobilban, hanem ezt a sorozat is ahogy bemutatja, hogy egy kísérlet. Pont azt akarták megnézni, hogy amikor leállítják a reaktort, akkor hogyan lehet a plusz energiát tulajdonképpen kicsapolni még a rendszerből, hiszen ne felejtjük el, hogy akkor még ott van az a vízgőz, pörögnek a turbinák, és akkor azt a maradék elektromos energiát, azt még lehetne használni, például arra, hogy bekapcsolják azokat a dízel tartályokat, amikkel újabb vízszivattyúkat kapcsolnak be. Tehát mindegy, szóval a lényeg az, hogy egy kísérlet keretében nagyon lecsavarták ezt, és azzal indították be az általad emlegetett elszaladt reakciót, hogy sokkal alacsonyabb teljesítménnyel üzemeltették a reaktort, mint ahol stabil volt. És akkor emiatt, akkor mit ugye volt ez a robbanás, hogy egyrészt egy helyen megszaladt a hőmérséklet ennek a reaktornak, ott ugye a pozitív üreg tényező miatt még jobban megszaladt a reakció, ott tulajdonképpen egy gőzrobbanás történt, így van, tehát nem egy nukleáris robbanás, hanem az történt, hogy ahogy mondtad, hogy ott felhalmozódott a gőz, és lerepítette a tartálynak a tetejét. Másfelől a hőtágulás miatt sajnos eldeformálódtak ezek a csövek, ami azt jelenti, hogy a szabályozó rudak, amikkel az egész reakciót vész esetén le lehetett volna zárni, azok be se tudtak volna esni. Ugye ezek ebben a reaktor konfigurációban egyébként borból és vasból készült neutron elnyelő rudak, amiknek optimális esetben az a feladatuk, hogy azonnal leállítsák a reakciót, ezek fölülről beesnek. És pont... De a grafit vége az még pont beesett, és... Szerintem a filmben ezt emelték ki, hogy ez volt a baj, hogy az meg ugye növeli ennek a láncreakciónak a... Hogy na hívják ez azt? Hát mondjuk a... Reaktiválás. Hát igen, ezt a kappa a sokszorozási tényezőjét tulajdonképpen növeli, hiszen arról van szó, hogy na egyrészt ezeknek a rudaknak be kellett volna esni, de nem tudtak három okból. Egy. Amit mondott az Ádám, hogy betört, hogy már ez a gőzrobbanás előtt már annyira felszökött a hőmérséklet, hogy eldeformálódott az üre, a csövek alakja, vagyis egyszerűen nem fértek be. Tehát elhajlottak tulajdonképpen a rudak, és megrekedtek útközben. Másrészt van ez a design hiba, amit számomra teljesen felfoghatatlan, amit most mondott a Csabi, hogy az van, hogy ugye a rudnak a középső része az valóban neutron elnyelő, de ennek a rudnak az alja, az vége, a hegye ennek a rudnak az grafitból van. A grafit azonban, ugye mint mondtuk, az moderáló, az nem leállítja a reakciót, hanem pont, hogy tulajdonképpen növeli a teljesítményt, hogyha bent van a grafit rúd, hiszen a grafit rúd az moderálja, vagyis olyan sebességűvé teszi a neutronokat, hogy növelje a hatás keresztmetszeteket. Most, hogy miért volt az elzáró rúdnak a két vége grafitból, az számomra teljesen érthetetlen, és valóban az volt, amit mondasz, hogy a grafit vége az talán beért, de nem tudott tovább menni a rúd, mert el volt deformálódva. Harmadrészt meg, és ez is olyan, amit azóta már minden reaktorban máshogy csinálnak. Ráadásul ezek a rudak, ezek egy hengerre voltak felcsévélve, már mint a felfüggesztésük, és arról eresztették őket be. Ebből az következik, hogy minthogy annak a hengernek van egy tehetetlensége, amiről ezt leengedik, emiatt aztán az van, hogy az nem, még csak nem is szabad eséssel estek be ezek a rudak, hanem negyed akkora gyorsulással, tehát G/4 gyorsulással estek be ezek a rudak, vagyis lassan, tehát másodpercekbe telt volna leesniük,
Ráadásul ez is furcsa, hogy az emlegetett Gyatlov utasítást adott arra, hogy a megengedettnél sokkal magasabbra kiemelték ezeket a rudakat kezdettől fogva. Tehát eleve sokkal magasabbról kellett volna beesniük a rudaknak, aztán ráadásul nem is tudtak volna beesni, mert el volt deformálódva addigra már a cső, amiben be kellett volna csúszaniuk, és harmadrészt, amennyire becsúsztak, azzal csak rontottak a helyzeten, hiszen a grafitos végük ért be oda a reaktor belsejébe, nem pedig a lassításra szánt bóros, vasas rész. És akkor most jön a második robbanás, vagyis igen, hogy lerepül a palack teteje, igaz? És akkor az van, hogy ott van ez a sok-sok izzó grafit. Hát a grafit a szén. A szén az kitűnően ég. Csak eddig azért nem volt grafit tűz, hiszen a reaktor belsejében nem volt oxigén. Aztán most egyrészt lett oxigén, mert már elpattantak a vízcsövek, akkor a víz az nagyon gyorsan szétment rögtön hidrogénre meg oxigénre, ami ugye durranó gáz elegy, tehát már eleve nem is csak az, hogy a gőznyomás lerepítette a fedelét, hanem erre mondom, hogy ez a második robbanás, egy durranó gáz robbanás, ami egyébként a rakéta hajtóművekben is zajlik, amik mennek a Holdra, lerepítette a tetejét, és akkor ezzel már duplán kitette a grafitot az oxigénnek. Most ilyenkor már több ezer fokon izzik ott az a grafit. Hát képzelhetitek, hogy mi minden történt, és hát ebből következik, hogy jött aztán ez a harmadik, vagy második, most ízlés kérdés, hogy számoljuk, robbanás, ami aztán magát a grafitot is szétszórta mindenhova. A grafitot, ami ugye tele volt radioaktív anyagokkal, hiszen hát ez a reaktor belsejéből származik. Szóval innentől kezdve aztán állt a bál. Visszatérve az elpusztíthatatlanságukhoz a reaktoroknak, ha nincs pozitív üregtényező, és nem úgy tervezik meg a szabályozó rudakat, hogy grafit legyen a vége, felrobbanthatatlan a reaktor, mert ugye itt szerintem a gyatlov... Szerintem még így is felrobbanthatatlan lett volna, hogyha előírás szerint üzemeltetik, mert a xenon mérgezés nevű probléma, ami elindította az egészet, ugye, ami a 3-4 probléma közül az egyik, az nem következett volna be normális üzemelés során. Ugye az van, hogy a reaktor az vagy üzemel, vagy leállítod őket éppen ezekkel a szabályozó rudakkal. Tehát erre tervezték ezeket a reaktorokat, nem arra tervezték, hogy a normális 1 gigawatt teljesítményt adott le egyébként kb. Ez a reaktor, hogy azt levigyék konkrétan a 20%-ára, és ott üzemeltessék órákon keresztül. Tehát akkor nem tudsz megnyugtatni, hogyha valaki mondjuk beszabadul Paksra, nem akarok rémizgetni, de bárhova, egy atomerőműbe, és elkezd tekergetni potmétereket, akkor nem robban föl, mert itt ugye van egy paraméter tér, csak az a pár tényező, amit a Legasov a filmben bemutatott a tárgyaláson, bár nem volt ott azon a tárgyaláson valójában, de szerintem nagyon jó jelenet, mert elmagyarázza a nézőknek meglehetősen leegyszerűsítve, de pontosan, hogy mi is történt. Tehát ha csak azt nézzük, hogy ott 8 féle dolog volt, ami befolyásolhatja a végkimenetet, akkor annak a 8 dolognak mindenféle variációjával számolni kell, hogy na akkor, ha most ez és ez történik, akkor felrobban-e a végén a reaktor. Tehát ha beszabadulsz egy atomerőműbe, és ott mindenfélét elkezdesz kapcsolgatni, akkor az azért nem jó, tehát hogy... Na de elnézést kérek, hát az a mondás, hogy egy reaktort nem lehet felrobbantani a fizika törvényei miatt, ugye? Vannak olyan tévedek? Reaktorok. Hát ezt mondom, aha, hogy vannak olyan reaktorok, egy reaktort úgy kell tervezni, hogy ilyen legyen. Például amennyire most ezt tudni véljük, vagy tudni vélik a hozzáértők, a paksi az ilyen. Tehát, hogy nincsenek benne ilyen elszaladó effektusok elrejtve. Tehát igen, el lehet barmolni az egészet, csak akkor úgymond maga fizika törvényszerűségei miatt elfújódik a probléma, mielőtt még nagyobbá válik. Igen, és azért nyugtassuk meg a hallgatókat, ugye amíg a Csernobil atomerőműben az összes blokk RBMK reaktor volt, addig a paksi, az úgynevezett nyomott vizes reaktor, aminek azért a működése jó részt eltér, vagy részben eltér azért az RBMK reaktoroktól, amiről ugye most szó. Így van, és jegyezzük meg azt is, hogy nem véletlen, hogy a szovjetek az RBMK reaktorokat nem exportálták külföldre. Hiszen az RBMK reaktor az viszont tökéletesen alkalmas arra, hogy kitűnő módon, már hogy emlegettük, hogy ugye Amerikában is azért csináltak hasonlót a 40-es években, hogy atombomba üzemanyagot, vagyis hogy robbanó anyagot, plutóniumot állítsanak elő.
Erre tökéletesek az RVMK rendszerű reaktorok, egyszerűen azért, mert ez a rengeteg minden, ami ebben van, tehát egy ilyen reaktort azt valahogy úgy kell elképzelni, hogy 1700 darab kihúzható grafitoszlop meg rúd van benne, ugye ezek ilyen 3,5 méter hosszú rudak, ilyen 25x25 centisek, ezeket húzgálják ki meg be, meg mindenféle, és akkor ebben vannak benne ilyen csatornákban maguk az uránpasztillák, meg minden. Na és akkor ezekből ugye hasadási termékként keletkezik a plutónium, amit olyankor egyszerűen csak az 1700 csőből egyet, kettőt, hármat, négyet, amennyi éppen kell, kivesznek, elviszik szépen a katonák az atombombagyárba, és használják anélkül, hogy az elektromos áramtermelés megakadna. Tehát itt egyszerre lehet atombomba üzemanyagot gyártani, nagyon hatékonyan, és villamos árammal ellátni mondjuk Ukrajnát, mint ahogy ezt a Csernobil esetében történt. De az oroszok nem véletlenül nem exportálták ezt külföldre, hiszen még a úgymond baráti országoknak, mint például Magyarország sem akarták volna a kezükbe adni azt a lehetőséget, hogy akár csak kicsit is atombomba üzemanyagot tudjanak ilyen könnyű módon előállítani. És ezért voltak a Szovjetunión belül viszont nagyon népszerűek az ilyen reaktorok. A 70-es évektől kezdve. Parallaxis. Beszéljünk egy kicsit a Vörös Erdőről. Nekem számomra ez az egyik, ami a legérdekesebb, a természetnek a leg... Tehát a sugárzás az, ahogy egyébként a sorozatban, és amúgy nagyon sokszor elhangzik az életben, és ez ugye egy szaktalan, láthatatlan valami, megfoghatatlan, és úgy van jelen a környezetben, a természetben, hogy annak nem feltétlenül van egyértelmű nyoma. Vörös Erdő az a baleset után ott a környező erdő egy része, egy nagyobb része gyakorlatilag ilyen barnás-vörösessé vált, és gyakorlatilag teljesen, hát amellett, hogy sugárszennyezetté vált, teljesen kihalt annyira, hogy a különböző a lebontásért felelős baktériumok, vagy bármi más sincsen ott egyébként a mai napig, tehát ropognak a levelek folyamatosan, nem bomlik le semmi, tehát hogy gyakorlatilag erről van szó. Ez fizikailag, ez gyakorlatilag csak magával a sugárfertőzöttséggel magyarázható? Vagy? Igen. Ezt ritkán látni ilyet ezen a bolygón. Hát bizony, ugye egyébként tehát nagyjából csak egy 10 négyzetkilométeres területről van szó, közvetlenül azon a területen, ami a lezárt övezet, tehát ugye ez a konkrétan ez a négyes atom, a négyes reaktortól északra fekvő terület, mert hát ugye arra fújt a szél. Azt, ami nagyon szépen mutatja a sorozat is, és akkor ott volt a legnagyobb kihullás. Ami azt jelenti, hogy valóban itt a füst, ami vitte ezeket a radioaktív anyagokat, az nagyon összefertőzte a talajt, és hát ebből az következik, hogy minthogy itt olyan izotópok vannak, amik közül például a cézium-137-nek, vagy a stroncium-90-nek, ugye mind a kettő eléggé brutál cucc, amik egy ilyen hasadási termékek, az ő felezési idejük az 30 év, ugye a felezési idő azt jelenti, hogy minthogy a kvantummechanika törvényei valószínűségi törvények, ezért csak valószínűséggel lehet megmondani, hogy egy atom az egy adott idő alatt elhasad-e vagy sem. Konkrétan a 30 éves felezési idő azt jelenti, hogy ha van egy adott mennyiségű stroncium 90-ed, akkor annak a mennyisége körülbelül 30 év alatt fog megfeleződni, úgyhogy mássá lebomlik, tehát ez azt jelenti, hogy a 50% esélye van egy adott kiszemelt, mit tudom én, stroncium 90 magnak, hogy leha elhasadjon, de ezt nem tudod megjósolni, mert lehet, hogy 1000 évig se hasad el, csak ezek ilyen valószínűségi dolgok. Szóval ez a felezési idő, ez 30 év. Ez azt jelenti, hogy most Csernobil ott eltelt 30 év, ez azt jelenti, hogy még mindig ott van az eredeti radioaktív anyagnak a fele. És hát... persze voltak nem is olyan rég ezzel kapcsolatos parák. Például 2015 áprilisában volt nem olyan messze onnan egy nagy erdőtűz, és akkor felmerült, ami mondjuk 20 kilométerre megközelítette ezt az elhagyatott atomerőművet, meg hát ezt a kis lezárt erdőcskét, és akkor persze volt itt aggodalom, hogy akkor majd ott, hogyha a tűz az eléri ezt az erdőrészt, akkor azzal megint visszajuthatnak a levegőbe mindenféle
nukleáris anyagok. Ez azért elég nagy para, szóval azért nem. Így van, ez elég nagy para, hát volt is para, most egyébként felmerül a kérdés, hogy például ezzel mit lehet tenni, hiszen erre a területre nem tettek mondjuk egy szarkofágot, hiszen ezek azért nem olyan mértékű sugárzási effektusok, mint amik magám, mint hogy maga a reaktor ugye szabadon volt, de azért közel sincs akkora para ezzel kapcsolatban, tehát se ne keltsünk pánikot, de az kétségtelen tény, hogy bizony a helyi élővilágra ez nagyon negatív következményekkel járhat, de akkor egy valamit nagyon fontosnak tartok tisztázni. És ezt egy kicsit a filmsorozat sem csinálta talán jól, bár nagyon fantasztikusnak tartom ezt a sorozatot. De egy kicsit, mintha azt üzente volna valahol nekem, például ott, amikor a kórházba kellett menni a tűzoltó csókának, a felesége ment hozzá, és akkor mondták, hogy ő nem ölelhetik meg egymást, meg ilyenek. Tehát azt a benyomást kelti a sorozat, minthogyha a radioaktív, minthogyha a sugárbetegség az fertőző lenne. Tehát minthogyha azzal, hogy te valamilyen sugárbetegség ebben szenvedőt mondjuk megölelsz, vagy valami, attól akkor azt te úgy elkaphatod. Tehát a sugárbetegség az nem így működik. Onnantól kezdve, hogy a ruhádat kidobtad, meg lezuhanyoztál, tehát onnantól kezdve, hogy nincs rajtad konkrétan a bőröd felületén radioaktív anyag például, akkor onnantól kezdve te már ölelgethetsz akárkit. Komolyan? Igen. Tehát ez egy nagyon fontos... Én meghallgattam a sorozathoz készült podcastet, és ott is váltig állítják, hogy igen, tehát hogyha te egy sugárzásnak ki vagy téve ennyire erősen, mint mondjuk az a tűzoltó, akihez olyan sűrűn ment látogatni a felesége, akkor gyakorlatilag az, aki érintkezik vele, az nincsen biztonságban, és a sorozatban is az állatoknak az elkapása, tehát minden sugároz, az élőlények, a kövek, az épületek, ez a benyomás jött le, akkor ez ezek szerint nem ennyire. Hát az állatok meg az élőlények esete az ugye azért érdekes, mert hogy ugye, tehát itt is az van, hogy amint mondtam, az, hogy ha van rajtad a cucc, ami radioaktív, tehát hogy mit tudom én, a por formájában mondjuk a szőröd, vagy a fejed, a hajad tele van radioaktív. De magában a testben, tehát a sejtjeidben, vagy bárhol, most csak ezt az alapesetet vegyük, akkor mi van? Mert ott ugye nem volt már rajtuk ruha, főleg nem az, amiben... Így van, hát meg az állatokon meg főleg nem. Ezt egy kicsit úgy érzem, hogy ez itt el van tolva. Persze nyilván sugárzási típusa válogatja, hát én sem akarok hülyeséget mondani, de alapjában véve azt gondolom, hogy itt nincs ilyesmiről szó. Tehát a beszámolókban sincs egyébként, ha visszaolvassátok. Tehát ez egy olyasmi volt, amit talán egy kicsit túl rémisz. Tehát akkor annak a gyereknek az ott helyben kapott sugárzás vetett véget, tehát azért nem tudott megszületni? A babának? Igen. Így van. Igen, ez érdekes, mert ez viszont simán benne van. Mert egy kicsit valóban azt sugallja nyilván a drámaiság kedvéért is a sorozat, hogy ugye a látogatás tehetett róla, és az, hogy ott Vasilijhez bement ugye a hölgy, szóval, vagy hát a felesége, szóval, hogy valójában nem, hanem az ott elszenvedett, még Pripyatban elszenvedett, a vasúti hídon elszenvedett sugárfertőzés. De lehet, hogy a sorozat azt is sugallatja, hogy tehát nem azért szálltak rá a feleségére, hogy ne menjen oda be, mert a sugárzás miatt, hanem hogy ne kérdezősködjön már, mert ugye az nem jó, hogyha információk kijutnak, amit ők nem kontrollálnak. Tehát igen, van egy ilyen olvasata egy is. Ilyet végignézni, az is benne. Hát arról nem is beszélve. Meg én. Az is benne van, hogy attól még, hogy szerintem ez nincs így, attól még egy moszkvai kórházban gondolhatták úgy, hogy ez így van. Hogy ezt nem tudom, hogy attól még lehet, tehát nyilván ott sem volt mindenki. Hát a kórházban gondolhatták, mert tejjel például ott még Csernobilban kezelték az égési sérüléseket. A sima égés sem lehet tejjel ugye ilyen módon kezelni, de lehet, igen, hogy azt mutatja be, hogy mennyire rosszul kezelték ezt a... Azt jól bemutatja a film, hogy és ez igaz is, hogy ilyen mértékű nukleáris baleset azelőtt egyáltalán nem volt. Senki nem tudta, hogy mit kell csinálni.
Ez így is volt igaziból, és nem csak a sorozatban. Meg ne feledjük azt sem, és ez talán egy sokatmondó jelenet, és talán egy hiteles megvilágítása a dolgoknak, amikor Judmilla ugye azt mondja ott már a végét járó szerencsétlen férjéről, hogy de hát csak megégetnem, nem tudják, mi történt. Ne felejtsük el, a régi Szovjetunióról beszélünk, ahol azért a KGB mindent megtett, és ez a sorozatban is részben érintve volt, arról, hogy a szovjet nép és a dicsősége az ne essen rajta csorbát, ami részben természetesen érthető egy kormányzat részéről, csak hát itt azért ugye emberi életekről is volt szó. Vagy hát ugye volt-e szó, ezt már pedzegettük a műsorba. Vagy a mindenképpen műsorban. Volt szó, semmi kép. Most, ugye, természetesen most a hosszú távú hatásokra gondoltam, bocsánat. Igen. Tehát, hogy még azon felül is, ugye azért még más kérdés, és engem ez őszintén szóval nagyon érdekelne. 86-ban én egy, Miki, te 2 éves voltál, aztán rá következő évben Csaba is megszületett, meg még nagyon sokan a 90-es és már a 2000-es években is. Milyen hatással volt ez mi ránk, akár gyerekként, vagy akár magzatként, vagy akár még meg sem született gyermekként itt Magyarországon? Igen, ez a fontos kitétel, hogy itt Magyarországon. Valóban például 1986 április végén történt a tragédia, és én ugye másfél éves gyerekként, engem is május 1-én az anyukám egy babakocsiban ott tolt a felvonuláson, mint annyi kisgyereket a szabad levegőn, úgyhogy akkor még ugye nem is nagyon lehetett tudni erről az egészről semmit. Na most a nagy szerencse tulajdonképpen az, hogy éppen olyan irányban fújtak a szelek, hogy annak ellenére, hogy mi térben sokkal közelebb vagyunk egy ilyen ukrajnai erőműhöz, mint például Skandinávia, mégis ott előbb érzékelték az egészet, mint nálunk, és egyszerűen csak azért például Svédországban is, ugye ott figyeltek fel először az emberek arra, hogy egy ottani atomerőmű dolgozói a szokásos reggeli sugárdózis ellenőrzésen mentek keresztül. Otthonról hazajövő munkások ruháján érzékelték, hogy hoppá, valami megúrott, valami furcsaság van, és először el is kezdtek egyébként a szovjeteknek egy közelebbi erőművére gyanakodni, ami a Baltikumban van, egy szintén egy másik RBMK reaktor, de információt kértek az oroszoktól. Az oroszok meg ugye hosszas tanakodás után végül megadták az információt. És tehát mit akarok mondani? Azt akarom mondani, hogy az az érdekes a légköri terjedésben, például amikor vulkánok kitörnek, akkor sem egyértelmű, hogy merre fújja a szél a hamut, a vulkáni hamut, hogy a forráshoz nagyon közeli helyek maradhatnak teljesen érintetlenek, miközben máshol meg ilyen hosszú kacsok mentén a szennyeződés eljuthat több ezer kilométerre ugyanannyi idő alatt. Szóval emiatt van úgy, hogy nagyon nehéz előrejelezni az időjárást, tehát ezek a dolgok összefüggnek. És hát emiatt szerencsénkre, és egyébként részben egy földrajzi oka is vannak ennek, mert a Kárpátok azok ilyen értelemben egy védőgyűrűt jelentettek, és ez is befolyásolta, hogy éppen arra mentek az áramlások amerre, de hát Magyarország az igen, csak kevés kiszórást kapott. Valójában a legjobban veszélyeztetett területek természetesen ugye pont Belarusziába esnek, hiszen maga a Csernobili atomerőmű az Ukrajnának az északi részén van. Tulajdonképpen néhány 10 kilométerre északra már Belarusszia kezdődik, ugye akkoriban ez mind Szovjetunió volt, de nagy erdős terület, és hát ott az ottani falvakat természetesen nagy arányban ki kellett telepíteni, bizony. De azt hiszem, hogy itt Európa ezen részére, hála Istennek nem jutott, de ezt mondom még egyszer határozottan és hangosan, és fontos nyomatékosítani, hogy történhetett volna az is, hogy éppen erre feleszáll a hamu, és akkor bizony itt is lett volna nem ulas. Tehát ha úgy tetszik, egy kicsit ez a szerencsén is múlt. Ha elérte volna a vizet, a mag, ahogy azt a sorozatban láttuk, már ha ez igaz volt történelmileg, akkor valóban akkora katasztrófával néztünk volna szemben itt Magyarországon is, és a környező országokban, amekkorát szerintem 5 megatonnás vagy 4 megatonnás robbanásról beszéltek a sorozatban? Én nem is tudom, hát valami ilyesmiről beszéltek. Hát én úgy tudom, hogy azt nagyon hitelesen mutatja be a sorozat. Amennyire én tudom, amit olvastam, az alapján igen.
Tehát a legasszobbik, amikor kitalálták ezt a történetet, hogy le kell szórni az egészet bóros homokkal, meg ólommal egyébként, akkor már tudták, hogy ez egy rossz ötlet, csak nem jutott eszükbe semmi jobb. Azt hitték, hogy nyerhetnek egy kis időt. Mi történt volna? Ugye az történt volna, hogy ott voltak ezek a tartályok, amikben volt egy csomó víz, amik éppen azért voltak elzárva, hiszen ez is egy része volt ennek a leállási kísérletnek, amit végeztek. Tehát ugye ez is az egyik szabálytalanság, mert elvileg nem volna szabad úgy üzemeltetni egy ilyen reaktort, hogy azok le vannak zárva. A számítógépes program nem is engedte volna, hogy lezárják, de akkor a Gyatlov és a többiek kiadták azt az utasítást, hogy már pedig azokat le kell zárni. Azokat a tartályokat, amikben ezek a ez vizes tartályokat le kell zárni, hogy életszerűbb legyen a kísérlet, aminek pont az volt az egyik célja, hogy megnézzék, hogy mi történik akkor, amikor nem működnek a szivattyúk, és nem megy a víz. Na, tehát ott volt bezárva, és hát gondolható volt, hogy csak időkérdése, hogy ott túlmelegedjen a víz, és akkor azok a tartályok, jó nagy tartályok, azok bum, felrobbannak, lerepítik magukról az egész cuccot, beleértve a rászort homokot meg bort, és akkor minden eddiginél nagyobb energiával szórják majd szét, többek között egyébként a radioaktív anyagot is a légkörben. Ez simán benne volt a pakliban, és szerintem teljesen realisztikusan mutatja be a sorozat. És ezt mégis hogy képzeljük el, mi nagyon laikusok, hogy ez mivel járt volna? Ma milyen lenne Magyarország, vagy milyen lenne ez a vidék? Tehát, hogy ez milyen valós, kézzelfogható következményekkel járt volna? Én azt gondolom, hogy egy ilyen robbanás elsősorban nem látható következményekkel járt volna, hanem pontosan az a szám lenne nagyobb, de lényegesen nagyobb talán, amit az elején idéztem, ugye az volt, hogy nem a közvetlen haláleset, például ott helyben meghalt tűzoltók, meg a szerelők, akikre ráomlott az épület, vagy minden, hanem még ezeken felül ugye azt mondtam, hogy minimum legalább 160 haláleset van, ahol bizonyítható, ezek többnyire ugye krónikus sugárbetegségben elhunyt emberek. Például maga Gyatlov is ilyen egyébként, meg még egy csomóan mások ott a környező falukból is egyébként, akik hát rákos megbetegedésekben elhunytak az évek során. Ez olyan 160 fő. Hát ez a szám lenne lényegesen nagyobb, és az, hogy ezeknek az embereknek a térbeli eloszlása milyen, hogy például Magyarországig elért volna ez a hatás, hát ez aztán tényleg már csak a szerencsétől függ, hogy akkor éppen, amikor ez a nem bekövetkezett robbanás történt volna, éppen hogy fújt volna a szél. Tehát, hogyha éppen Kijev felé fúj a szél, ami nem is volt olyan messze, ugye, hát akkor, de milliós nagyvárosról beszélünk, akkor egészen rettenetes következményekkel járt volna ez a történet. Pont szóval, ez a kiszámíthatatlanság, ami ezt a témát szerintem vonzóvá teszi, ami miatt ez a sorozat ennyire nagyot robbanhatott, egyrészt, hogy még ma is nehéz ezeket a következményeket felmérni, az áldozatoknak a számát, a tényleges hatásokat, amiről viták folynak, felrobbantható-e a reaktor, vagy nem. Tehát ezek miatt szerintem ez a sorozat nagyon be tudott találni itt a közelmúltban. És figyeljétek meg a rendkívüli hitelességét a képeknek. Tehát meg lehet nézni az eredeti felvételeket, a korabeli felvételeket, mondjuk a tűzoltók munkájáról, vagy a katonák munkájáról, amint a grafit darabokat dobálják le a tetőről, vagy akár az orosz holdjáró Lunokhod egy fejlesztett változatának a munkájáról, ahogy távirányítással söpri le a grafit darabokat a másik tetőről, és hogy ezek tökéletesen ugyanúgy néznek ki a filmben, mint igaziból. De még a szereplők is nagyon hasonlóra lettek megcsinálva. Tehát olyannyira, hogy még Gorbacsov fején a májfolt is milliméterre pontosan ugyanúgy néz ki, mint az igazi Gorbacsov fején az igazi májfolt, de még a mellékszereplők is nagyon realisztikusak, tehát úgy látszik, hogy valami betegesen, mániákusan ügyelhettek a sorozatkészítők arra, hogy ezek a részletek helyesek legyenek, és hát azt hiszem, hogy ez sikerült is. És persze össze kellett gyúrni karaktereket, mert elkerülhetetlen, amikor 5 részben kell elmesélni egy ilyen sztorit. Több tudós volt ott, mint 2. Bizonyára, igen. De a lényeg az nagyon szép és helyén van, szerintem.
tudva levő, most is többen nyugszanak az összeroskadt épület alatt, illetve most már a szarkofágok alatt. Az ő holttestükkel egyébként mi történik ilyen erős sugárzásban? Hát, őszintén szólva nem nagyon tudom. Valószínűleg természetesen inkább az az érdekes, hogy lebomlanak-e azok a holttestek egy teljesen csíramentesített környezetben, mint amiben ők vannak. Valószínűleg könnyen lehet, hogy majd egyszer, amikor ezek a radioaktív anyagok lebomlanak, és majd egyszer egy földön kívüli civilizáció idejön embereket keresni, akkor lehet, hogy majd a beton szarkofág alatt fogják őket megtalálni, relatíve jól megőrződött állapotban, és nem fogják érteni, hogy most akkor ők miért maradtak ilyen épp állapotban. Hát arra gondolok, hogy tulajdonképpen ott teljes mértékben a nagy mértékű sugárzás miatt még a baktériumok is elpusztultak ott a talajból, plusz még levegő se jut be a szarkofág alatt, tehát valójában ez egy nagyon, nagyon, nagyon jó hatásfokú mumifikálódás tulajdonképpen. De persze, hát nyilván ez egy olyan dolog, amit szerintem nem nagyon vizsgáltak még meg. Úgyhogy a kérdésedre őszintén szólva nem tudom a pontos választ. Azt se lepne meg, hogyha mások se tudnák. Mert nem hiszem, hogy ezt hosszú távon vizsgálta volna eddig bárki. Parallaxis. Az előbb Csabi is említette a látványt, meg te is Miklós, meg a pontosságot, a történelmi hűséget, de úgy általában véve mit szóltak a látványhoz, a sorozat látványához? Ugye nagyrészt Litvániában és Ukrajnában forgatták, elég hűre sikeredett, egy-két kivétellel, tehát azért a tínédzserek, gyerek hátizsákokkal vagy iskolatáskákkal azok mondjuk azért egy kicsit így leesett a képernyőről, vagy ami nekem hiányzott, Pripyat kiürítésekor az Ikarusz buszok, amiket egyébként ugye látunk a korhű felvételek, vagy a régi felvételeken, az nekem egy kicsit fájó pont volt, hogy nem voltak Ikarusz buszok, de mégis mit szóltak, és itt beleértve a megjelenítését, akár a magnak, az égő magnak, az ionizált légkörnek, és úgy egyébként, tehát ezekre is kitérve mit gondoltok róla? Hát ezt az égő magot csak a sorozat végén látjuk, és nekem ezt kifejezetten tetszett, hogy az elején egy hétköznapi lakosnak a nézőpontjából látjuk magát, ezt a robbanást. Ez szerintem egy, nyilván dramaturgiailag ez ki lett számolva, hogy ezt így kell nekünk prezentálni, és így lesz a leghatásosabb, és szerintem ez így is volt jó. Hát maga a környezet, Ikarusz buszokat én is kerestem, hogy hol van természetesen, de én amúgy elhiszek mindent az HBO-nak, minden olyan minőségben van itt tálalva szerintem, amire nem lehet panasz. Azt majd, ez már nem látvány kérdés, de meg kell majd nézni 5 vagy 10 év múlva ezt a sorozatot. Szerintem ott nagyon szembetűnő lesz az, hogy hol van a Legaszovnak a családja, mert hogy ennek a jó embernek volt, és bizony nem kicsit emelte a tétet, hogy ő most hogyan viszonyuljon ehhez a kérdéshez, amikor ugye neki a saját családjára kellett volna gondolnia. Nyilván a feszesség, az intenzitás miatt ezt a készítőknek be kellett áldoznia, ez nem fért bele ebbe az 5 epizódba. Én ezt egy kicsit hiányolom azért, mint egy plusz ilyen drámai faktort. Meg nyilván a dramaturgiai, hatás, hiszen azért, ha megnézzük, akkor Legaszov úgy élt, ahogy egyébként a tűzoltók éltek. Ott. Igen, és így is nagyon hatásos volt a vége, tehát azt hozzá kell tennem, hogy az, amit ő kapott büntetésként, vagy nem tudom, hogy kell ezt teljesen mondani, az nagyon átjön így a képernyőkön, annak ellenére, hogy ilyen tárgyalásban ő nem vett részt, a Bécsin kívül természetesen. Viszont maga az alapélettörténet, az tökéletesen hiteles, tehát igaz az, hogy öngyilkos lett, az is igaz, hogy már többszöri próbálkozásra sikerült, és az is igaz, hogy amiket elhangzanak a magnó felvételekre rámondott szövegei, én úgy tudom, hogy azok is hitelesek, tehát azok is az igazi Legaszov féle szövegei. Igen, és ezért, ezek miatt a felvételek miatt sikerült végül ezeket a meglévő reaktorokat már átalakítani, ennek volt már akkora súlya, hogy már nem lehetett tovább. Ugye maga ez az öngyilkosság, aki már volt Bécsben, ugye ez a jó ember, ezt már nem lehetett a szőnyeg alá söpörni az akkori tudós társadalom előtt sem, meg senki előtt sem, úgyhogy ez nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy megváltoztassák az addigi hozzáállást.
Hát bizony, és azért ezt mindezt a szovjet rendszeren belül, még akkor is, ha az úgymond lazuló Gorbacsovi időben, de akkor is ezt így keresztül vinni, hát ez mindenképpen egy nagyon hűséges teljesítmény volt tőle. És hát az is igaz, hogy ezek az RBMK reaktorok egyébként még utána nagyon sokáig működtek, és én úgy tudom, hogy talán még most is működik néhány. Bár a Szovjetuniót, meg aztán később Oroszországot ugye nemzetközi kritikák érték rendszeresen, hogy ezeknek úgy unblock a mindenféle bevezetett biztonsági, Legasov hatására bevezetett biztonsági módosítás ellenére, amiatt, amit mondtunk az elején, hogy bizonyos körülmények között természetszerűen instabil, tehát irányíthatatlan, kontrollálhatatlan a viselkedése egy ilyennek, amiatt azért ez még mindig egy komoly parafaktor, hogy ilyenek még működnek. Hiszen amit mondtatok, hogy beszabadul egy csapat őrült majom az irányítóközpontba, és elkezd nyomogatni gombokat, egy jó reaktornak erre is vállat kell vonnia, és legfeljebb szépen leállnia. Hát, hogyha de csak a ezek szabályozó... meg fel tudnak robbanni adott esetben. Igen. Csak a reaktor szabályozó rendszerét állítgatja, igen. Akkor ugye bízhatunk a fizikában, hogy nem sikerül nagy kárt tenni, aztán ha kívülről bombázzák, vagy valami, az már egy hát más kérdés. De a maga a szabályozás az, és ez gondolom... egy fontos módosítás volt, hogy persze Csernobil után az egyik első dolog, amit elért Legasov, hogy ilyet, hogy fölülírni az a számítógépes vészreállítási rutinokat, hogy kikapcsolni az automatikus szabályzást ilyen helyzetekben, azt most már fizikailag nem is lehet. Tehát ezt nem lehet, tehát ezt kiiktatták belőle. Tehát itt az volt, hogy a gyatlovék minden protokoll ellenére okosabbak akartak lenni, mint a beépített vészleállási rutin. Arról nem is beszélve, hogy a beépített vészleállási rutinnak nyilván nagyon gyorsan kell működnie, hiszen itt tényleg másodpercekről van szó. Sőt, másodpercek csak, töredékéről. Számomra csak egy kérdés maradt, hogy ez a gyatlov, ez tényleg ekkora seggarc volt, mint ahogy a sorozatban az utolsó részben bemutatja ezt a végletekig hajszolt kísérletet, aminek már egy időn túl semmi értelme nem volt, mert hasznosítható adat nem jön ki a 200 megawatt teljesítmény alatt futó, vagy azáltal meghajtott turbinából. Én azt gondolom, igen. Mennyire? Én igen, egyébként sem értett igazán a szakmájához, sőt az erőmű vezetése sem volt túl kompetens, az erőmű vezetője rendes szénfűtéses bányákhoz volt szokva, a Fomin nevű főmérnök sem volt a helyzet magaslatán ilyen nukleáris atomerő vagy atomerőművek kapcsán, és hát ugye Gyatlov is egy ilyen kicsit fennhordott orrú, ő mindent jobban tud, csávó volt, holott valójában csak atomerő vagy atomtenger alatt járók meghajtásának a az és ott kapott sugárzást az atomerőműk, a atomtenger alatt járóknál, ő korábban is kapott sugárzást, és a podcastben, amit a Craig Mazinék, az alkotók csináltak, abban el is hangzik, hogy ez is hozzájárulhatott a Gyatlovnak a hozzáállásához, mint egy jó villanyszerelő, akit sokszor megráz az áram, az csak egy plusz rutint ad, meg magabiztosságot neki, lehet, hogy ő is így állt hozzá a sugárzáshoz, meg magához ehhez az egész atomkérdéshez, de persze ez csak ilyen spekuláció. Ez önmagában nem magyarázza, hogy valaki miért viselkedik ennyire szélsőségesen egy atomerőműnek a vezérlőtermében. Hát az az érdekes, hogy ezek az emberek teljesítménykényszer és nyomás alatt álltak. Nyilván többször elhalasztották ezt a kísérletet, egyébként nem is éjszaka kellett volna megcsinálni, hanem reggel, ahogy ezt meg is mutatják a filmben, csak akkor még a kijevi diszképécser központ nem engedte meg, hogy leállítsák ugye ezt a proceszt, mert hogy ugye ez kiesést jelentett volna a Ukrajna villamos hálózatában, úgyhogy emiatt halmozódhatott föl az a rengeteg xenon is a rendszerben, hogy részben már korábban meg kellett volna csinálni. Ezek az emberek nagyon akartak már menni, azt nem mondja el a sorozat se, meg nem is szokták nagy dobra verni, de kétségtelen, hogy az ortodox húsvétnak ez a nagy szombatja volt. Persze a Szovjetunióban nem volt divat vallásosnak lenni, de azért az emberek azért mégiscsak úgy tekintettek erre az időszakra, hogy na menjünk már haza az ünnepekre, mert azért
titokban megtartogatták a húsvétot. Ráadásul néhány nap múlva jött május 1-je. Május 1-je, ugye az pontosan az a munka nagy ünnepe, amikor május 1-jének a tiszteletére a Szovjetunióban minden üzem bevállalta, hogy a szokottnál is jobban teljesítenek, hogy a tervet nem tudom hány százalékkal túl teljesítik, ez a május 1-jei vállalás. Hát nem véletlen egyébként, hogy annak ellenére, hogy péntek este volt, még mindig magasabb volt Ukrajnában a villamosáram fogyasztás, hiszen minden üzem dolgozott, hogy tartsák a tervet május 1-je tiszteletére, és nyilván abban is bíztak, hogy majd egy nagy kitüntetés üti a markukat, hiszen hogyha ezt a tesztet sikeresen végrehajtották volna, akkor az egy példa lett volna a Szovjetunió összes ilyen RBMK reaktorának, és egy új módszer lett volna, hogy még pluszban hogyan lehet villamosenergiát kisajtolni egy reaktorból, amikor éppen csökken a teljesítménye valami miatt, vagy leállás előtt van, vagy akár most áramkimaradás miatt nem működnek a szivattyúk. Tehát, hogy ez mindenképp egy olyan kísérlet lett volna, ami miatt ezek az emberek akár valami szép plecsnit is kaphattak volna, akár a legfelsőbb helyekről. Szóval itt aztán tényleg ez abszolút benne volt a pakliban, személyes nagyra vágyás és elővigyázatlanság. 2 évvel ezelőtt elkészült a második szarkofág, most már az véd minket a sugárzástól, 100 éves szavatossága van, 100 évig véd. Mi lesz 100 év múlva? Meglátjuk, hogy milyen technológiák lesznek? Vagy építünk a fölé is egy szarkofágot, amíg világ a világ? Mik az opciók az atomerőmű 4-es blokkjának tekintetében? Ezt el lehet tolni, ezt a régi szarkofágot, nem? Nem úgy csinálták? Vagy ezt oda begyógyították? Nem, azt csak rátolták, most már oda van gyógyítva, és ugye itt komoly problémát jelent például az, hogy mondjuk a rozsdásodás ellen nem lehet újra festeni, meg ilyenek, mert hát rettentő. Uha. Sugárzás. Tehát tényleg újra? Tehát 100 évig, ez 100 évig véd utána, vagy fölé kell építeni valamit, vagy el kell vinni onnan a sugárzó anyagot, ami nyilván lehetetlen, tehát kérdés adott, mi lesz, ha nincs új technológia sugárzás megszüntetésére, egy nagyobb szarkofág érkezik? Hát könnyen lehet, hogy így van, másfelől viszont arról is kell beszélnünk, hogy itt minden radioaktív anyagnak, ugye, ahogy mondtuk, más felezési idejei vannak. Ez egyébként azt jelenti, hogy persze vannak olyanok, amiknek akár 20 000 év a felezési ideje. De mondjuk ez azt jelenti, hogy éppen abból adódóan, hogy neki nagyobb a felezési ideje, ebből ugye ez kb. Ekvivalens azzal, hogy kevésbé radioaktív, hiszen ugye ritkábban bomlik. Pont az emlegetett, legveszélyesebbnek tartott elemek, ezek a amiket emlegettünk, a cézium meg a stroncium, hát ők azok, amiknek olyan 30 év körüli a felezés idejük, ugye ez természetesen azt jelenti, minden 30 évben felére csökken, tehát ez azt jelenti, hogy bizony, még azért a 100 éves időskálán azért még jelentékeny mennyiségben lesznek ott, akkor még valószínűleg kell vele valamit kezdeni, de hogyha már akkor is kibekeljük, hogy valami újabb 100 évre biztosítjuk a dolgot, akár egy ugyanilyen szarkofággal, akkor lehet, hogy utána meg már úgy nagyjából normalizálódik a helyzet. Tehát én azt hiszem, hogy azért szerencsére az idő az velünk van, és még egyszer nem fog megszűnni a radioaktivitás, csak egyszerűen a veszélyes szint alá fog csökkenni szépen lassan, de biztosan. Bár a társadalom és a köznyelv a csernobili atomkatasztrófát tartja a legnagyobb atomkatasztrófának, ami ezen a bolygón történt, valójában nem igaz, bár csak félig, ugyanis történt a majaki balesete, ahol ugyan vegyi robbanás történt 1957-ben, tehát még bőven-bőven Csernobil előtt, viszont sokkal nagyobb volt a sugárszennyezés. Gyakorlatilag az történt nagyon röviden, egy plutóniumot termeltek, és közben savak meg más vegyszerek keletkeznek, és ezek rendkívül radioaktívak, és ezeket a gyártási folyamat során keletkező sugárzó ilyen melléktermékeket egy hatalmas tartályban gyűjtötték ott össze. Ez egy 300 köbméter befogadó képességű rozsdamentes acélból készült ilyen henger alakú tartály volt, ez egy betonköppenyben volt, egy 10 méter mély ilyen munkagödörbe volt sülyeztve, és fölülről 160 tonna súlyú borítással
látták el, mert hogy bizony 1957. szeptember 29-én a kikristályosodott nitrátsók egy ellenőrző berendezés elektromos szikrájától berobbantak. A robbanás olyan látványos volt, hogy szemtanúk vallomásai alapján még több száz kilométerről is látható volt, és a korabeli szovjet hivatalos sajtó távoli villámlásként, illetve északi fényként magyarázta. Egyébként körülbelül 1 millió körüli radioaktív anyag szabadult fel és szóródott szét, beborítva több mint 20 000 négyzetkilométernyi területet, amelynek 217 településén 270 000 ember élt. Ez volt az egyik, vagyis ez volt a legnagyobb egyébként ezen a bolygón történt ilyen katasztrófa. De volt még egy említésre méltó, méghozzá a guyanai baleset, ami nem atomreaktor és nem atomerőmű volt benne érintve, viszont rávilágított nagyon, hogy milyen veszélyes is lehet ez az energia, gamma sugárzásról lesz szó. Konkrétan 87-ben történt Brazíliában. Egy elhagyatott kórházban egy hulladékgyűjtésből élő hajléktalanok elloptak egy olyan orvosi berendezés egy részét, amiben ugye rádióaktív forrás volt, szétszették és továbbadták, sugárkezelésekre használták ezt a berendezést. A lényeg az egészben gyakorlatilag az, hogy ebbe ugye cézium 137-es izotóp volt, és ugye sötétkék fényt bocsátott ki, ezért nagyon-nagyon mindenki a csodájára járt, a végül nagyon sokan meghaltak, gyerekek is. De azért azt jelentsük ki, hogy azért, bár nem zöld, de hogy azért az atomenergia alapvetően azért biztonságos energia, ha az megfelelően. Igen, ezt fontosnak tartom, és azt is, hogy egy atomerőmű egészen pontosan exaktul nulla szén-dioxidot bocsájt ki konkrétan. Tehát itt ilyen értelemben a globális felmelegedés szempontjából legalábbis, ami csak egy része persze a környezetvédelemnek, bár egy fontos része, sőt egyre fontosabb, az atomerőmű az egyetlen olyan, ami nem bocsát ki szén-dioxidot, és úgy tűnik, hogy ilyen nagymértékű és folyamatos megbízható alapellátást rá lehet bízni. Tehát jó dolgok a megújulónak nevezett áramforrások, energiaforrások, ezzel egyszerűen csak az a baj, hogy nagyon nehéz a megtermelt energiát tárolni, akár napelemekkel, akár szélerőművekkel is fejlesztjük őket, hiszen például Európában az a helyzet, hogy mondjuk fúj a szél, de akkor általában egész Európában fúj a szél egy kicsit, és viszont van olyan, hogy egész Európában szélcsend van, persze nyilván kisarkítom a helyzetet, de az a mondás, hogy még hogyha Európa összes szélerőművét rákötnénk például egy energiahálózatra, akkor is az volna, és a lehető legoptimálisan helyeznénk el őket a térképen, abban bízva, hogy valahol biztos fúj a szél, és akkor az a távoli vidékeknek is megtermeli a villamos energiát. De az numerikus szimulációk, amiket éppen itt a tanszékünkön végeztek a kollégák, sajnos arra mutatnak, hogy itt erről egyelőre még nincs szó, tehát egész egyszerűen Európa nem elég nagy ahhoz, hogy ne legyenek olyan időszakok, amikor tök szélcsend van az egész kontinensen, hasonlóképpen vannak olyan időszakok, amikor az egész kontinens úgy kb. Be van borulva. Tehát a napelemek nem működnek, amikor meg működnek, rengeteget termelnek a napelemparkok, csak azokat meg nehéz tárolni. Tehát jelenleg ez a legnagyobb technikai kihívás. Az atomerőműveknél viszont ez nem áll fönn. Tehát ott a környezetkárosító hatás az abban jelentkezik egy jól működtetett atomerőműnél, hogy a nukleáris szennyező anyagokat, amik létrejönnek a végén, azokat megfelelően kell kezelni, el kell temetni, elhagyatott bányákba vinni, stb. Ugye ez a nehéz kérdés itt. De azért az egy más jellegű kérdés, mint az, hogy mekkora a szén-dioxid mennyiséggel pumpáljuk tele a légkört. Ilyen értelemben a nukleáris energia a zöld. Van némi párhuzam a csernobili tragédia és a klímakatasztrófa között, bármennyire is furán hangzik elsősorban, és itt nem a radioaktivitásról van szó, természetesen, hanem arról, hogy a kutatók és az ezzel foglalkozó szakértők már idejében szólnak, hogy bizony baj van, és talán most már látjuk, hogy baj van, ahogy az RBMK reaktorok kapcsán is megtudták. Te mit gondolsz erről, Miklós? Mint a témával
foglalkozó szakértő. Általában az van, de bárhova nézel, akár Challenger katasztrófát is mondhatjuk, ami egyébként ugyanúgy 86-ban volt, mint a Csernobil, vagy bárhova nézünk, ahogy valami elromlik, mindig azt a mintázatot találjuk, gazdasági világválság, mit tudom én. Mindig azt a mintázatot találjuk, hogy vannak emberek, akik idejében felismerték a problémát, jelezték a felettesüknek, de aztán valahogy az információs lánc elakadt, egyszerűen nem jutott föl a kritika elég magasra a rendszerben, és aztán következett a tragédia, annak ellenére, hogy mindig vannak ilyen, hogy hívják, ilyen kiáltó szó a pusztában, mindig van valamilyen előjele annak, amikor történik. Hát Csernobil esetében valóban ez volt, hiszen konkrétan már mindent lehetett volna tudni előre. És aztán mégis a dilettantizmus okozta a problémát, annak ellenére, hogy a veszélyekre fölhívták a figyelmet. Most a klímaváltozás kapcsán, igen, talán a most azért hála Istennek a média, a globális média azért nagyon más, mint a Szovjetunió idejében, ahol ki lehetett cenzúrázni és fiók mélyére dugni, teljesen ignorálni jelentéseket, adott esetben akár büntetőtáborba küldeni a jelentések szerzőjét, vagy ellehetetleníteni őket. Szóval azért most már az biztos, és ez a médiának köszönhető, nem a politikusok lettek jobban, meg a döntéshozók, a média kényszeríti őket arra, hogy foglalkozzanak a tudósokkal, és a tudósok most szerencsére ebben úgymond sokkal többen vannak és egységesebbek, hiszen ott van például a klímaváltozás kapcsán az Egyesült Nemzeteknek a klímapanelje, az IPCC, ami tényleg sok ezer kutatót tömörít. Ez már egy olyan többség, amit valamilyen módon figyelembe kell venni, de biztos vagyok benne, hogy a probléma is sokkal nagyobb most. Szóval jó a párhuzam, csak szeretném azt hinni, bár egyáltalán vagyok róla meggyőződve, szeretném azt hinni, hogy most azért nem az lesz a kimenetel, mint Csernobil esetében. De ha ez így van, hogy megússzuk a dolgot, akkor az kizárólag azért van, mert vannak még demokratikus intézmények a világban, tehát, és van média. Már nagyon késő van egyébként ehhez. Szóval már az utolsó utáni pillanat, de azért még talán nincs minden veszve. Szóval nem akarok pánikot kelteni, de hát ez van. Végezetül pedig úgy nagy általánosságban mit gondoltok a sorozatról, ma a világ legjobb sorozatáról, a Csernobilról? Hát én nagyon féltem ettől, ockodtam tőle, hogy megnézzem, arra gondoltam, hogy most hát kell nekem ez az atomsugárzás, meg akarok-e én ilyeneket látni. Aztán, ahogy Ádám is mondta, nagyon hamar azt vette észre a világ, hogy az IMDb-n első ez a sorozat, ez nem véletlenül történik meg ilyen. Úgyhogy elkezdtem, és az első részben beigazolódtak a félelmeim, tehát ott mindenféle szörnyűséget lehetett látni, és amikor megjelent a Legasovnak a karaktere, nekem az a rövid telefon az első résznek a végén elég volt ahhoz, hogy na igen, ez a karakter kell, nekem ez a hős, aki így rálát a dolgokra, pusztán a tényeket tudja közvetíteni, megmagyaráz mindent, és ennek megfelelően a második résztől kezdődően drasztikusan megnőtt az én szórakozásomnak a minősége, mert kellettek bele ezek a hősök, hogy én ezt át tudjam élni. Igen, féltem attól, hogy ez egy ilyen dokumentumfilm lesz, egy kicsit úgy is hívják, hogy ez ilyen dokudráma, ahhoz nekem önmagában nem lett volna sok kedvem. Tehát én nekem igenis kellett az, hogy egy kicsit azért dramatizáljanak a dolgon. Itt-ott kitaláltak hozzá olyanokat, amik nem történtek meg, például az a helikopteres baleset, de nagyon jó helyre tették például azt, mert akkor is azt éreztem, hogy hú, basszus, itt sikerült érzékeltetniük a tétet. Visszatérve megint a Legasovnak a mondataihoz, hogy ilyen még nem történt ezen a bolygón, amikor elmagyarázza a végén, hogy gyakorlatilag hogy működik a reaktor, és minek köszönhető a tragédia, az is nagyon jó. Tehát itt öt részben sikerült szerintem úgy feldolgozni a témát, hogy méltó módon tiszteleg ezelőtt a katasztrófa előtt, ez kicsit furcsán jött ki a mondat, de
az áldozatokat egyáltalán nem sérti, pedig van a sorozatban humor, és elég jó szerintem, tehát azért vannak karakterpillanatok, és vannak vicces jelenetek is benne, de ennek ellenére szerintem nagyon tisztelettel bánik a témával. Az az egy kifogás, amit mondtam korábban, hogy a Legaszovnak nem látjuk a családját, az szerintem él, és ez probléma, és szerintem ez halmozódó probléma lesz, amikor a jövőben majd újra nézzük, de ez valamennyire egy aktualitás ez a sorozat, ha jól tudom, a évfordulóra jött ez ki, ennek a premierje, meglátjuk majd, mennyire lesz ez újra nézhető, én most abszolút nagyon jól szórakoztam. Hát bizony, én is, amennyire szórakozásnak lehet ezt mondani. De lenyűgöző, hogy milyen alapossággal utána mentek a dolgoknak. Én egyszerűen úgy gondolom, hogy ez egy új magasságra emelte ezt a dokudráma nevű műfajt. Én nem is tudom, hogy ezt így hívják, most már tudom. Tehát most akkor ezt kell überelni, akkor ez lesz a szint. Mostantól mindenki csinál valamilyen történelmi események feldolgozására irányuló sorozatot, akkor mostantól ez lesz az új mérce. Én azt hiszem, hogy ezt így nagyon jól betalálták. Nagyon vicces, hogy akik fanyalognak azon, hogy mi nem akkurátus, például az orosz sajtó egy része egyébként nem örült, hogy ezt a filmsorozatot nem ők csinálták meg, hanem az HBO, de hát ők is valami ilyesmikbe tudtak belekötni, mit tudom én, hogy nem olyanok a nyílászárók a lakótelepi házakon, mint a 80-as években, mert akkor még nem ilyenek voltak. Tehát, hogy ez a szint, tehát ha már csak ilyennek be lehet belekötni, akkor ott valamit nagyon jól csinált ez a stáb. És ezt én is abszolút osztom. És nagyon jó, ahhoz öt részbe kellett betenni ezt az egész óriási sztorit, szerintem nagyon jól válogatták, hogy mi kerüljön bele, és mi nem. Hát nyilván lehet mondani, hogy minden nem került bele, persze, de öt részről beszélek, könyörgöm. Tehát ezt, ennél jobban nem nagyon lehetett volna megoldani ezt a dolgot, szerintem. Ugye a Gazprom, ugye, ami az orosz energia óriás, az ő tulajdonukban álló tévés csatorna jelentette be, hogy ők is forgatnak erről most egy sorozatot, ez lesz az első saját gyártású sorozatuk, hogy kinézi meg, az már más kérdés, de hogy gyakorlatilag ez az egész nem is úgy volt, mert hogy a CIA követette szabotázsokat, de ez már egy másik műsor története lesz. Ebben a műsorban mi az HBO és a Sky, ez nem hangzott el, de nagyon fontos, ez egy koprodukcióban készült sorozat volt, tehát az HBO és a Sky sorozatáról, a Csernobilról beszélgettünk, és annak kapcsán az atomokról, és ne feledjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! 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 Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj különdíjával jutalmazott blog podcastjét az emtv.hu megbízásából az MD Media készítette. Hamarosan jön a következő rész.